felkérem akkor polgármester urat, hogy indítsa el akkor ezt a szép estét. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt művészek! Az esernyőmet letettem, ebből következően nem lesz esőre, legalábbis reméljük. Engedjék meg, hogy a mai estén köszöntsem Önöket, köszönöm szépen, hogy a csütörtök estéjüket ránk áldozták, főleg a következő műsorra, és úgy gondolom, hogy nem fognak csalódni. A századvégi polgárság általában csak akkor fürdött, ha beteg volt, vagy ha nősű. De a fürdőszobát azért megkövetelték a lakástól, csak nem nagyon használták. Nálunk is tele volt mindenféle kacattal a homályos fürdőkamra, anyám kétségbe esett erőködéssel iparkodott rendet tartani a törülközők, fürdőköpenyek között. Mindenkinek megvolt a maga külön fogasa, mint egy színházi ruhatárban. Úgy lógtak itt a törülközők, reggeli köntösök, lipityankák, senki sem tudta soha, mi az övé. Ami bizonyos, hogy a citromlével öntözött nyers, reszelt sárgarépa, melyet étkezés közben saláta helyett is fogyaszthatunk, erősíti a szervezetet, üdít, van benne valami hasznos és gyógyító. Bizonyos az is, hogy nem árt. Ugyanígy ajánlhatom a hámozatlan almát, ha itt az évszak minden nap egyet, s a citrom és narancslé bőséges fogyasztását. Észrevettem, hogy olyan években, mikor tél végén bőségesen minden nap fogyasztottam nyers sárgarépát, citrom és narancslevet, nem kaptam meghűléses, fertőző betegséget.